Ők 45-en már nem tanulói a Kanizsai Dorottya általános iskolának. 8 év telt el azóta, hogy kisdiákként átlépték az intézmény kapuját, és most itt ülnek az utolsó közös eseményen, hogy aztán a szélrózsa minden irányába fújja őket a szél. Emlékek jönnek elő az évekből, melyek kisgyerekből serdülővé érette őket, és a búcsúzáskor erre is mindig vissza kell emlékezni. Nincs olyan a társaságunkból, akivel ne történt volna valami meghatározó. Tanáraink és az igazgató úr pedig rájött, hogy kicsit nagy feladatra vállalkoztak. Értem ez alatt az első esti eltévedésünket, az eltévedésünk közben a tigris bukfenceket, az éjszakai majd a buszon alszunk kijelentéseket, vagy éppen a szakadó esőben, ködben, sárban nem borulhatunk le inkább a hegyoldalon szintű kérdéseket. Igen, ez a 8 év igazán eseménydús volt. Alsóból nem sok emlékünk maradt, de amire emlékszünk, az maradandó. Köszönjük Lári néni, Zsuzsi néni, Marian néni és Margit néni, hogy segítettek tudásunk alappilléreit lefektetni. Sőt, ennél sokkal többet. Önök kezdtek embert forradni belőlünk, még ha ez pár személynél nem volt valami könnyű. Szeretnék a felsős tanárainkhoz is pár szót szólni. Tündi néni, elnézést, Tünde mama, köszönjük, hogy 4 évig az osztályfőnökünk volt, még ha néha ez elég sok szenvedésébe került. Köszönjük, hogy segített, támogatott, és helyre rakott minket, ha éppen az kellett. Ezek az emlékek maradnak meg igazán, és néhány év múlva mindenki jókat derül majd rajtuk. De most a búcsúzásé az idő. Mondom néktek, mi mindig búcsúzunk. Az éjtől reggel, a nappal től este, a színektől, ha szürke porba lepte, a csendtől, mikor hangzavarta fel, a hangtól, mikor csendbe halkul el. Minden szótól, mit kimond a szánk, minden mosolytól, mely sugárzott ránk, minden sebtől, mely fájt és égetett, minden képtől, mely belénk mélyedett. A pedagógusok számára is minden ballagás egy kis adag halál, hiszen el kell engedni azok kezét, akiket eddig óvtak, vigyáztak, féltettek, neveltek. A ballagás abban üt el egy picit az előbb említett neves napoktól, hogy itt valami búcsúvétel történik azoktól a diákoktól, akik 8 éven keresztül voltak itt velünk, neveltük őket, éltünk át jót-rosszat, csiszoltuk egymást, mi is őket, ők is minket, mert minden ember változik, a pedagógus is, a gyerekek hatására. És remélem, hogy sok pozitívumot kaptak tőlünk, a kollégáinktól, és olyan tudományok, képességek lettek fölvértezve, hogy meg tudják majd állni őket. Valahol mindig egy kis lelki traumát okoz az embernek. Az osztályfőnökök arcán nagyon szépen lehetett látni ezeket az érzelmeket most itt, amikor lezárult az ünnepély. A vezető általában szintén megérzi ezt a dolgot, de hát annyira talán nem, mert nem tanít annyi órában. Tehát én most azért vagyok egy kicsit ebben az évben szokottnál is meghatottabb, mert egyik osztályban tanítottam történelmet, és elég jól ismertem a gyerekeket, sok mindent éltünk át együtt, tehát személyes a még személyesebb a búcsú. És 8 év alatt közvetlen kapcsolatok is kialakultak. Esetünkben itt van Zoltán Nóri, aki a jó tanuló, jó sportoló elismerés mellett egy személyes ajándékkal is gazdagodott. Hárman alkottunk egy triatlon csapatot, ilyen baráti váltó. Testnevelő tanár, egy igazgató és egy nagyon ügyes sportoló, és egy ilyen jutalmat talált a Szilvi néni, megye ki legyen szíves. Legyen, miben fussál. Ha már gyanús kérdéseket tettek. Ez egy ilyen csapatajándék. Nagyon szerettem ide járni, szerettem a tanáraimat, mert mindenben támogattak, és kaptam tőlük elegendő motivációt, és boldogan megyek el innen. Nem csak azt mondták, hogy tanulni kell, hanem el is mondták az okát, hogy milyen okokból kell tanuljunk, és ez sokban segítette a munkát. Érezzük az ízét, hogy 8 évig ide jártunk, és ezáltal csak ballagunk, nem sietünk, hanem ballagunk. Még egyszer kezükbe veszik a bizonyítványt, amiben az van írva, elvégezte a 8. osztályt, hogy aztán rövid pihenő után kezdődhessen egy új élet.